Mindenkit szeretettel köszöntök, megpróbálom nagyon gyorsan ismertetni a mozdony, mert sokan kérdezték, hogy miből, meg hogyan épült. Először a kezelőszervek, ez a tengelykapcsolója. Ez a szíjat lazítja a motor és a váltó között. És egyben megfogja a nagy tárcsát ilyen profillal. És akkor ugye megáll a hajtás. Ez a sebességváltója, öt előre, egy hátra. Ez egy Good Block traktorból, van egy fűnyíró traktorból, itt a váltó, az oldalán egy tárcsafék. Azt itt működtetjük az egyik ilyen fellépővel, imitációval. A AC, mert ez tényleg az, az alternatív mozgás, ez 12 voltos, ezt én Angliából rendeltem. Van még vagy 4 darab, mert ha bekerül valami kis szennyeződés, nagyon hamar tönkre megy. Most ez elég jó, bírja még. Visszakeringetős rendszerrel van, egy Simpson fűnyírótank van rajta. Ugye mikor, mert ugye a karburátor az ejtőtartályhoz van kitalálva, tehát az úszó az, tehát elég gyengécskén zár. Amúgy, hogyha olyan nyomás lenne, vagy nyomásszabályzós, úgyhogy visszakeringetős rendszer van rá kitalálva. A kezelőszervek azok úgy vannak, hogy ez a gyújtás, ez az AC, ezt ki lehet külön kapcsolni. Indítógomb, ez a hidegindító, ez télen nagyon jó, hogy ugye mert a robogó az úgy van, hogy kapja a 12 volt állandót, és akkor megszünteti a hidegindítást, viszont ez télen nem előnyös. Ez pedig a világítás. 12 volt a saksival, a kipufogó mellett, ugye mindjárt házi, nem mérnöki szerzemény, tehát már eleve. Ez is egy fűnyírónak a kipufogója, a csöveket azt én hebrákoltam. Ugye ide megy be a motorba, ez egy olasz Sportmax motor, ez egy Honda Licens, 50 köbcenti 4 ütem. És akkor ott van a lánchajtás, van egy lánc, ami a két kereket összezárja, tehát hajtja mind a kettőt, és van egy kis lassító, ez a másodlagos hajtás, ez a lassító hajtás. Itt van egy tengely. Itt nem tudom, hogy mennyire látszik, a nagyfogas kerék mellett van egy pici, az és ott megy le a lánc a kerékhoz. És ugye a keréknél is két lánc van, tehát az egyik az hajtja az első kereket, és utána egy lánc meg viszi át. Tehát gyakorlatilag három lánc van a mozdonyon, meg van egy szíjhajtás, ami ugye a motor hajtja ki, mert ugye el van vágva a motor, ez egy dobogó motor volt, fixen hajtja ki a tehát ez az első hajtás, primer, szekunder, és utána a többi. Ugye itt van egy, tehát ez itt a sebességváltó, és gyakorlatilag nagyon más nem tudok róla mondani. Úgyhogy kerekek esztergáltak, de nem kúposok. Kaptam sok véleményt róla. Egy darabig állítható volt a 183-as pályára is, mert 150-es amúgy a pálya. De aztán lefixáltam ott, egyébként lehet látni ezen még az állító csavarját, hogy így oldalt. Tehát így szögbe van menet vágva, és akkor egy csavarra oda rögzítve egy múlthoz a tengelyhoz, de aztán le lehet heggezte az összes, mert de oldható, tehát egy flex megoldja, és aztán 20-as tengelyel bármilyen szélességűvel lehet, tehát nyomtávúra lehet változtatni, úgyhogy. Hát remélem elmondtam mindent. Nem nagyon tudok mást, minden házi, minden hebrákolt, nem mérnöki szerzemény, úgyhogy de nagyon jó teszi a dolgát, unokának nagyon megfelel, nekem is. A második gyerekkoromat élem, úgyhogy. És nincsen vele probléma. Úgyhogy ez ennyi. Mindenkinek kellemes hétvégét. Sziasztok!